Kőszív, vajszív, hússzív. Már hogy ne lehetne, mármint egy kemény, barátságtalan embert sok-sok szeretettel megváltoztatni? A jó akaratú igyekezet valóban képes pozitív példákat felmutatni. Létezik olyan kitartó türelem, olyan bölcs, masszív szeretet, amelynek hatására a rideg barátságtalanság oldódik, és a kemény egyén meglágyul. Ez a jelenség azonban nem más, mint kőszívűből vajszívűvé változás. A Biblia szerint nem vajszívre van szükségünk, hanem hússzívre. Nem elég elolvadni, kenyérre kenhetővé válni, sőt nem is tanácsos. A hússzív nem veszíti el a tartását, lüktet és pumpál, és ezen elsőrendű feladatától akkor sem tér el, ha olvadni lenne kedve. Isten szerint hússzívre van szükségünk, ezért kínálja nekünk az igében Jézus Krisztus természetét. Sokan hallgatják e sorokat olyanok, akiknek már hússzívük van. Elfogadták, befogadták, hitáltal él bennük. De kevesen merjük talán megvallani, hogy mégis van valami baj. Mintha elnehezültünk volna, mintha nem éltetne, nem lelkesítene a kegyelem ajándéka. Ha létezik koszorúér betegség szervi szinten, talán létezik lelki értelemben is. A rosszul összeválogatott táplálék miatt az érfalon lerakódások keletkeznek, amelyek szűkítik az ér keresztmetszetét. Hogyan válogatjuk össze lelki táplálékunkat? Nem akadozik-e Isten iránti lelkesedésünk olyan információk és hírek, pletykák miatt, amelyekből túlságosan sokat vettünk magunkhoz? A szív másik ellensége a mozgáshiány. Ha nem mozogjuk le, amit elfogyasztunk, nem csodálkozhatunk a tüneteken. Vajon lemozogjuk-e azt, amit az igében olvasunk, ige hirdetésekben hallunk? Megtesszük-e, amire Isten indít? Nagyon sok az elmélet, a tanítás, még elhatározásból is van bőven, de van-e ugyanennyi izzasztó, méregtelenítő, engedelmes lépésünk? A hívő ember is lehet szívbajos. Jó ilyenkor megvizsgálnunk, mit és mennyit veszünk magunkhoz. Mit engedünk át magunkon? Mennyire vagyunk hatrafogható tanítványok? Az igéből élő és igének engedő életmód nyomán a felüdülés, a javuló kondíció öröme nem marad el. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok. Ezékiás 36. rész, 27. verse.